nemrégiben bejelentette azt, hogy visszatér a politikába. Mikor fogalmazódott meg önben először az, hogy ebben a formában visszatér a párpolitizáláshoz, és kilép ebből a politikai elemző szerepből, amiben az elmúlt években belekerült? Hát nem 2018-ban, mint néhányan vélték, vagy gondolták. Én akkor tényleg időt kértem a magam számára, bár soha nem zártam ki azt, hogy majd egyszer a politikába visszatérek. Talán az Index egyik stúdió beszélgetésében is ezt elmondtam még pár évvel ezelőtt. De a konkrét gondolat, hogy akkor itt az idő is, és nézzük meg, hogy van-e szükség ránk a magyar közéletben, az a 2022-es választások után merült föl igazán komolyan, és onnantól kezdve a másik reformkor közössége, ami egy civil szervezet volt, elkezdett ebbe az irányba nem csak gondolkodni, hanem egy alapközösséget építeni, és végül is eljutottunk oda szeptember 7-én, hogy bejelentettem a párt megalakulását, és szeptember 9-én pedig zászlót bontottunk. A legelső mondatom arra a kérdésre, hogy mi az, amiben mások vagyunk, mint a többi párt, akkor az lenne, hogy az a fajta politikai szemlélet, amit mi reformkoriságnak hívunk, és ami a nevéből fakadóan a reformkorig nyúlik vissza, és megnéztük, hogy lehetséges az, hogy a reformkor az egy ilyen politikai minimum, egy nemzeti minimum Magyarországon, hogy a szélső baltól a szélső jobbig a reformkorra mindenki igent mond, kevés ilyen történelmi emlékünk van is. A válasz legalábbis szerintünk az, hogy ebben az időszakban ideológiákon, oldalakon túl tudott lépni a magyar társadalom, közös célokat talált, közös ügyeket, tehát itt ez a recept. Fölé kell emelkedni az ideológiáknak, ez nem jelent ideológiátlanságot feltétlenül, hanem azt jelenti, hogy egyik ügyhöz az adott esetben az egyik izmus, vagy egyik ideológia vihet közelebb, a másikhoz pedig a másik, és hogy ebben nem szégyen, vagy nem valami elvtelenség a kellő pragmatizmus, és nekünk a reformkoriság azt jelenti, hogy találjuk meg a 21. század nagy ügyeit, találjuk meg az ideológiák feletti szintézisnek a politikai szemléletét, és végre a árkok helyett hidakat építsünk, és a másik középkor helyett, amilyen irányba tart ma Magyarország, a másik reformkor irányába menjünk. Ezek tudom, hogy talán ilyen politikai szlogeneknek tűnnek első hallásra, de pont a reformkor a bizonyíték arra, az első reformkor, hogy ez realitás. Tehát, hogy erre egyszer a magyar társadalom képes volt. És mi ezt az emléket és ezt a receptet szeretnénk a magyar közéletbe megjeleníteni, és ennek aztán van egy csomó olyan következménye, ami például a politikai stílust meghatározza. Tehát mi sárdobálásban nem akarunk részt venni. A politikai bulvár szintjére nem akarunk lemenni. Mi elfogadjuk a saját korlátjainkat, nem feltétlenül akarunk azonnal a nagy színpadon muzsikálni, hanem tudjuk azt, hogy szervezetépítésre, apró munkára, szakmai munkára van szükség, még hogyha ezt ma már le is becsüli a honi politológia, meg adott esetben a többi párt is, mi szeretnénk ezeket a klasszikus pártépítési elveket követni, vagyis szervezetet szeretnénk építeni, ügyeket felvetni, és bízni abban, hogy megtaláljuk a magyar társadalmon belül az ehhez szükséges támogatást. Volt harcos társai, felkeresték, hogy megosszák önnel a gondolatait a bejelentés kapcsán? Hát volt politikus társaim közül talán nagyon kevesen voltak, akik reagáltak. Ugye már azért az előtte lévő napokban ez sejthető volt, sok már úgy elkezdett erről írni a sajtó, úgyhogy szerintem mindenki nagyjából ki tudta magában alakítani a saját álláspontját vagy viszonyulását. Viszont nagyon sok olyan a politikában aktívan részt nem vett ismerősöm, barátom keresett meg, akinek az első kérdés általában az volt, hogy ez biztos, hogy átgondoltad, Gábor, emlékezz vissza, hogy mi történt 17-ben, 18-ban, hogy kell neked ez a fajta politikai... És kell? Nem kell. Kinek kell lesz? Ugye? Erre az a válasz, hogy kinek kell lesz, senkinek nem kell. Viszont azt hiszem, hogy az a politikai közösség, amit a másik reformkor most megalkotott, és az a fajta politikai jövőkép, amit vallunk, és az a fajta politikai stílus, amit emögé teszünk, az mindenképpen megéri ezt a munkát. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, meg hosszú út lesz, de nagyon lelkesek vagyunk. Tehát az a fajta lelkesültség, ami áthatotta a mi közösségünket, az sokkal nagyobb annál, mint az azzal kapcsolatos aggodalmak, hogy milyen támadások várnak ránk jobbról és balról. Ezt felfogjuk a szükséges rossznak, a munkaköri körülmények részeként. Viszont a másik reformkorért dolgozni, ezt az ideát a magyar történelemben először kitűzni, politikailag is megformálni, ez egy végtelenül lelkesítő dolog. Sok helyre mentek, volt jobbikos politikusok, velük valamilyen fajta együttműködés elképzelhető? Az, hogy a Jobbik ennyi irányba, a politikai szélrózsa tényleg bal, jobb és centrum irányába mindenfelé széttöredezett, az
nyilván egy szomorú dolog, de másrészt azt is bizonyítja, hogy a Jobbik valamikor 2018 előtt tényleg egy néppárt volt, amit akkor kevesen hittek vagy gondoltak volna, de ez most egy indirekt, szomorú, de indirekt bizonyíték annak, hogy az akkor tényleg egy néppárt volt. Viszont a 2RK egy új párt, én rontom egyedül a képet ebben a mondatban, az elnökségünk, a vezetőink azok mind új arcok, fiatal arcok, én a magam 45 évével már az idős szekcióba tartozom, ez persze ne akadályozzon senkit, aki 45 éves vagy annál idősebb, hogy csatlakozza hozzánk, vagy támogasson bennünket, de el kell mondjam őszintén, hogy azért a 30-as korosztály a legcombosabb a 2RK-ban, ők vannak a legtöbben, és azért valamit mutat. Tehát azok, akik beléptek a felnőtt létbe, elkezdték az életüket, már le is tettek bizonyos dolgokat, de nem az asztalra, de nem találták a politikai helyüket. Én azt hiszem, hogy ez a szociológiai háttere jelen pillanatban a 2RK-nek, és ez a politikai közösség a saját útját akarja járni. Ahogy elmondtuk már az elmúlt napokban, ügyek mentén kívánunk politizálni, nem akarunk a sárdobálásban, meg a politikai iszabbirkózásban részt venni, az ügyeinkre koncentrálunk. Ezen ügyek mentén bárkivel együttműködünk, legyen az Jobbik Utód párt, vagy bármelyik másik párt, akár a Fidesz vagy a DK is. Bárkivel együttműködünk az ügyeink mentén, de politikai szövetségre nem készülünk senkivel, mi a saját utunkat járjuk, és az európai parlamenti választáson önállóan szeretnénk megmérettetni magunkat. Az európai parlamenti választás az egy tényleges politikai megmérettetés egy új párt számára, vagy inkább csak egy ilyen ugródeszka felkészülés a 26-os igazi nagy küzdelemre? Hát azt mondom, hogy is. Az európai parlamenti választásnak van egy saját tétje, egy saját célja, hogy ki az a 21 képviselő, aki az Európai Parlamentben Magyarországot képviseli, és ezt én nem becsülném le most, mert Európa komoly átalakulások előtt áll. Tehát az a világ, ami most körülöttünk van, ez nagyon megkezdte és kikezdte Európát. Tehát hogy szerintem fontos, hogy milyen összetételű lesz az Európai Parlament 2024 után. Ez az európai tét, de természetesen nem akarom elhallgatni, hogy valóban van egy főpróba jellege is, egy ilyen belpolitikai, Európától független belpolitikai erőmérő jellege is az európai parlamenti választásoknak. Nagyon sok párt fog az életéért küzdeni. Mi nem az életünkért küzdünk, hanem mi az alternatíva, amit képezni szeretnénk annak a megmutatásáért. Nekünk akárhány százalékot is érünk el, az több lesz, mint amivel jelen pillanatban rendelkezünk. De ezzel együtt is azt vállaljuk, hogy a célunk az, hogy az Európai Parlamentbe szeretnénk saját képviselőt küldeni. Tehát ezt a célt tűztük ki. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, 5%-ot mondjuk el kell érnie körülbelül a pártnak, hogyha lesz ilyen, és lesz európai parlamenti képviselőjük Brüsszelben és Strasbourgban, akkor az is egy nagy kérdés, hogy hova fog beülni, milyen frakcióba. Folytatunk is már ez ügyben belső vitákat, meg belső gondolkodást, hogy merre is van a mi európai szövetségi rendszerünk. Nem egyszerű, ezt őszintén el kell áruljam, mert a reformkoriság és a másik reformkor európai szinten nehezen értelmezhető keret. Ugye mi azt mondjuk, hogy mi nem oldalak meg ideológiák mentén politizálunk, hanem egy politikai szemlélet mentén. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz ezt az európai pártcsaládok szintjén leképezni, úgyhogy abban maradtunk egyelőre, hogy a gondolkodást folytatjuk. Vannak is bennünk elképzelések, de nincs még itt az ideje, hogy erről beszéljünk. Meg egyáltalán meg akarjuk várni, hogy az európai parlamenti választás hogyan alakul esetleg át az európai pártcsaládoknak a szerkezete, mert még ezt sem zárnám ki. Úgyhogy úgy vagyunk vele, hogy jussunk be az Európai Parlamentbe, és hogyha ott benn vagyunk, akkor nézzünk körül, hogy melyik az a pártcsalád, vagy melyik az a pártszövetség, ahol mi azt a politikai szemléletet európai szinten is jól tudjuk majd képviselni, ami a magunké, és hogyha ilyet találunk, akkor oda fogunk belépni. Én azt gondolom, hogy az európai parlamenti választás egy nagyszerű lehetőség mindenki számára, hogy megmutassa, hogy milyen erős szervezetet tudott építeni, milyen erős programot tudott összerakni, és milyen erős csapatot tudott felállítani az ügyeinek és a szervezetének a vezetésére. És ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a későbbi nagyobb feladatokra valaki szerezzen egy társadalmi támogatást. Úgyhogy én így fognám föl ezt, az európai parlamenti választáson mindenki megmutathatja önmagát, én sok sikert kívánok minden pártnak. Leszünk egy páron, akik megkíséreljük ezt, és aztán pedig a magyar emberek eldöntik, hogy ebből a selejtezőből, ami 2024-ben biztos, hogy kialakul a pártpolitikában, melyik azok a pártok, akiket tovább szeretne engedni a 2026-os országgyűlési választás felé, mi nyilván erre készülünk. Van olyan nagyon gyenge szereplés, amely esetén elgondolkozna azon, hogy van egyáltalán értelme a folytatásnak? Hát most azt érzem, hogy nincs ilyen szám. Tehát, hogy
Az elmúlt egy évben az a 100 ember, aki ennek a közösségnek az alapjait lefektette, végig gondolta, végig vitatta, olyan mértékben találtunk egymást, olyan mértékben váltunk a szónak a jó értelmében vett közösségé, és annyira hiszünk ebben az egészben, hogy nem tudnak bennünket a számok befolyásolni. Tehát meg vagyunk győződve arról, hogy egy jó ügyet képviselünk, jó programunk van, jót szeretnénk az országnak, és a 2024-es európai parlamenti választás számunkra nem arra lesz válasz, hogy szükség van-e ránk vagy sem, hanem arra lesz válasz, hogy hol tartunk a munkánkban.